Február 9-e szerda van, a heti kihívásunk úgy szól, hogy az otthoni gyakorlásunkkor megpróbálunk magunk mellé képzelni egy általunk tisztelt vagy nagyra becsült szemét, hogy ezáltal serkentjük a gyakorlásunkat. Újra hangsúlyozom, hogy erre azért van szükség, mert otthon az ember összönösen kényelmesebb, kicsit lazább. Az éles szituációban sokszor viszont egy egészen más mentális vagy lelki állapotban vagyunk. Ha esetleg lelkizősebb típus vagy, akkor hangsúlyoznom kell, hogy ennek a gyakorlatnak nem az a célja, hogy hogy lámpalázas görcsben ö, tépázd a saját lelkedet, hanem, hanem tényleg az, hogy serkensd a figyelmedet, serkensd a gyakorlásodat, úgyhogy olyan, olyan szemét képzelj el, akit alapvetően tisztelsz, aki, aki mondjuk szigorú, de következetes, de semmiképpen ne ellenséges vagy félelmet keltő embereket, mert nem ez a gyakorlatnak a célja. A cél tehát az, hogy figyelmesebben, intenzívebben, hasznosabban gyakoroljunk. Tegyük meg ezt ma is szerdán, amikor is már a hét közepéhez közeledünk. Talán fogyhat a lendület, de próbáljuk majd ma is kézben önni a hangszerünket. Hajrá!